Szeretettel köszöntelek új videósorozatunkban, amelyben népszerű és közkedvelt gyógynövények hatásait és mellékhatásait fogom körüljárni. Rácz Éva vagyok, természetgyógyász, gyógynövény szakértő, a Herba Doktor alapítója. Ebben a videóban a fokhagyma áldásos és kevésbé áldásos hatásairól fogok beszélni. Azt gondolhatnánk, hogy a fokhagymáról nincs értelme beszélgetni, hiszen egy jól ismert gyógynövényről van szó, és a legtöbbünk napi szinten használja is a konyhában ezt az intenzív aromájú gyógynövényt. Remélem, ennek ellenére a mai videóm is tartalmaz sokak számára hasznos újdonságokat. Termesztése és története az ősidőkben nyúlik vissza, 10 000 éves maradványai találták meg emberlakta barlangokban. 5 000 évvel ezelőtt már gyógyászati célokra is használták Egyiptomban, és ami nagyon érdekes, a piramisokat építő munkások extra juttatásként fokhagymafejadagokat kaptak, hogy megőrizzék egészségüket és munkabírásukat. Mielőtt azonban korlátlan mennyiségben kezdenénk el fogyasztani a nehezebb feladatok előtt, azt is érdemes tudni, hogy Egyiptommal szemben Indiában sokáig afrodiziákumként is alkalmazták. Visszatérve Egyiptomhoz, a világ első sztrájkját is a fokhagyma okozta. Amikor egy izlandi vulkán többszöri kitörése miatt nagy mennyiségű port került bolygónk légterébe, a kevesebb napfény miatt a Nélus környékén is csökkentek a mezőgazdaságban a terméshozamok. Ez sajnos a piramis építő munkások fokhagyma fejadagját is befolyásolta, akik a kisebb dózisok miatt fellázadtak és beszüntették a munkavégzést. A görögök az olimpiai játékok során szintén a fokhagymából nyerték erejüket. Dopingszerként használták azt, az egyéb növény és állati eredetű teljesítményfokozók mellett. Hippokratész a tüdő fertőzéseinek kezelésére javasolta, és rákgyógyításra, emellett hashajtónként és vizelethajtónként is írt róla. A nagypestis járványok idején is bevetették a kórokozó ellen a növényt, antibakteriális hatása miatt. A 19. században Louis Pasteur írta le gomba és baktériumölő tulajdonságait, majd a nagy háborúkban valóban sikeresen alkalmazták belsőleg és sebkezelés egyaránt. Az első világháborúban mérhető volt a különbség a tifuszos megbetegedésekben, a fokhagymát fogyasztó és a fűszerhez nem jutó katonák között. És egy igazi kuriózum. Napjainkban a nyugati gasztronómia és gyógyászat is felfedezte a fekete fokhagymát, amelyet a japán, koreai és táj konyha már évszázadok óta használ. Különleges íze mellett az elkészítési folyamat során jelentősen megnő a fokhagyma antioxidáns tartalma, és több területen vizsgálják hatását a rákgyógyászattól az elhízás kezeléséig. A fekete fokhagyma fermentálással készül 50-80 Celsius fok között 89%-os páratartalom mellett. Az átalakulás körülbelül 2 hónap alatt zajlik le, a végeredmény földes, édes ízű, zselés állagú, fekete gerezdeket tartalmazó fokhagyma fej. A fokhagyma gyógyhatásai ugyanolyan sokrétűek, mint konyhai felhasználási lehetőségei. Természetes antibiotikumként szembeszáll a kórokozókkal, de nem csak a baktériumokat veszi célba, kiváló gombaölőszer is, emellett vírusok ellen is bevethető. Egy aprócska gerezd körülbelül 100 000 egységnyi penicillin erejével ér fel. Emellett a baktériumokból összeálló, különösen ellenálló biofilm elleni hatékonysága is rendkívüli, így nem alakulnak ki a fokhagymával szemben rezisztens törzsek sem. Nem csak a káros baktériumokat űzi el a hasznos baktériumok megóvása mellett, de a bélrendszerben élősködő paraziták és a túlszaporodott kandida gombák is menekülőre fogják, ha szembe találkoznak a fokhagyma erejével. Illetve az egyéb szervek gyulladásos folyamatainál, akár vesegyulladás vagy tüdőgyulladás esetén is remek hatása van a betegségre. Másik fő erőssége a keringési rendszerre gyakorolt serkentő és gyógyító hatása. Nagyon intenzíven tisztítja az ereket, eltávolítja a lerakódásokat az érfalaktól, így segít a magas vérnyomás kezelésében is. Óvja a szívet, javítja a szívizom vérellátottságát és megelőzi a véröképződést. Tágítja az ereket, csökkenti a vérzsír szintjét és a vérkoleszterin szintjét. Rendszeres fogyasztásával megelőzhetjük az érelmeszesedést, a szívinfarktust és a trombózis és számos szívbetegség kialakulását. A fokhagyma az agyműködésre is jó hatással van, a keringés karbantartásával és értágító hatásával védi az agysejteket, így segítségével csökkenthető az időskori szellemi romlás. Sőt,
az agydaganatok kialakulását is segít megállítani. Szerves kémvegyületei elpusztítják a tumorsejteket. Gyógynövényként a fokhagyma is rendelkezik mellékhatásokkal, de ezek általában az allergiás reakciókat leszámítva az étkezési mennyiség fogyasztása esetén nem jellemzőek. Gyógyszermennyiségben azonban körültekintően fennálló betegség esetén orvosi ellenőrzés mellett alkalmazzuk. Erőteljes vérhigító hatása miatt például műtétek vagy szülés előtt kerülendő a fogyasztása, ahogyan vérzékenységben szenvedő betegek számára sem javasolt a szedése. Éhgyomorra szintén ne együnk belőle nyersen, mert erős gyomorégést, émelygést, hasmenést és hányást is okozhat, irritáló, maró hatóanyagai miatt. Eve betegeknek sem ajánlott a fokhagyma, náluk fűszermennyiségben is komoly problémát okozhat. Ahogyan érzékenység esetén szintén, hiszen allergiás soham, aszmás tünetek, bőrgyulladás és kiütések is előfordulhatnak. Bőrön alkalmazva a friss növényt, sebeket, hólyagokat, égésszerű elváltozásokat okozhat. Terhesség és szoptatás idején ne kezdjünk fokhagymakórába. Az anyatejbe kerülve hasmenést okoz a csecsemőknél, illetve gyermekeknek sem ajánlott a szedése. Gyomorfekély és az emésztő rendszer betegségei, autoimmunbetegségek, rákos megbetegedés, szívproblémák és migrén esetén mindenképpen egyeztessünk orvosunkkal a kóraszerű használattól. Ahogyan gyógyszerszedés esetén sem állt a szaktanács, hiszen véralvadásgátlókkal, vérhigítókkal vagy egyéb a vérlemezkék összetapadását gátló étenkiegészítőkkel együtt összeadódhat vérhigító hatása. Így különféle gyulladáscsökkentőkkel, még aszpirinnel együtt is kerülendő a fogyasztása. Kintartalmú vegyületei pedig csökkenthetik egyes hívgyógyszerek hatékonyságát. Szerencsére egy kis odafigyeléssel ez a kiváló fűszer és gyógynövény a legtöbb esetben gond nélkül fogyasztható. Ha pedig valamiért mégis akadályba ütközik a nyers fokhagymakóra, és nem vagyunk rá allergiásak, még mindig élvezhetjük a növény főtt és sült formájában. Így persze a jótékony hatásai csökkenhetnek, de a gasztronómiai értéke megmarad, hiszen ételeink nagy része százszor finomabb, ha van benne néhány gerezd, aprúra vágott, intenzív aromájú fokhagyma. Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót. Remélem, hogy hasznos információkhoz jutottál, és tudtam segíteni abban, hogy tudatosabban alkalmazd mind a konyhában, és mind a házi patikádban a fokhagymát. Szia!